Színes, sokszereplős rendezvényt szervezett a Salgótarjáni Kábítószer Egyeztető Fórum június 26-án a Kábítószer ellenes világnap alkalmából a Múzeum téren. A világnapi rendezvény célja, hogy információt nyújtson a szerfogyasztás egészségre káros hatásairól. Felhívja a figyelmet az egészség megóvásának fontosságára. Az esemény egyaránt szólt a fiatalokhoz, a szülőkhöz, nagyszülőkhöz és a pedagógusokhoz is. Ma június 26-a a Kábítószer ellenes világnap. Nem ünnep. Nem ünnep, mert valami ellen ünnepelni nem lehet. Mi valami mást szeretnénk. Nekünk az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet, a társadalom egészének a figyelmét, egy társadalmi érzékenyítést. Hiszen arról van szó, hogy ha valaki drogozik, nem magánügy. Nem csak róla szól a történet. Családról, testvérekről, szülőkről, nagyszülőkről, osztályközösségről, ne adj Isten az egész iskoláról, az egész városról is. A kábítószeres viszont egyedül van. Mi azt szeretnénk, hogy a társadalom érzékeny legyen, segítsen. Segítsen támogatni, mutasson fel pozitív példákat, egy életigelő világot, hogy van értelme. És van cél ennek a nagyon nehéz életnek, ennek a fiatalságnak is. Ezért az alapvető célunk az volt, hogy megszólítsuk a város, a környék, valamennyi lakosságát, a fiatalokat, mint látható a hátam mögött, de itt vannak a szülők, a nagyszülők, akik jó példát tudnak adni, de meg tudják a mai napon is édesíteni a kamaszoknak az életét, hiszen süteményt hoztak, elhozták a nagymami lekvárját, és úgy gondoltuk, hogy biofű helyett biozöldséget adunk, tehát növényi csirákat, salátákat, zöldséget, gyümölcsöt, és rengeteg mozgást, mert az nem csak a testet, a személyiséget is befolyásolja, tudjuk nevelni testünket, lelkünket. Egy fiatalos, lendületes, mindenkit megmozgató programot szerettünk volna csinálni. Nagyon sok résztvevővel, nagyon sok aktív és igazán jókedvű ember. Ezek vannak most itt téren, hiszen a mai napnak a címe egészség tér. A múzeum tér az egészség terévé változott Tarjánba, és ha nem csak ezen a napon, olyan jó lenne az év többi napján is. Valami ellen úgy dolgoznánk, hogy valamit nagyon meg tudnánk támogatni, ami jó, és ami fontos, ami előbbre visz bennünket. A térre kitelepült erre az alkalomra a Szociális Központ, az Egészséges Életért Klub és a Schréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület. Közreműködésükkel valósulhatott meg a bioélelmiszerek és házi sütemények, valamint méz és sajtkóstolás, biofüvek bemutatója, nagy lekvárja verseny és a zöldségszobrászat. A rendezvényen megjelentek a kortárs segítők, és volt több úgynevezett dumapad, ahol beszélgetni lehetett a drogfogyasztásról és a pártfogói felügyeletről. Láttam, hogy bele vagytok merülve itt a beszélgetésbe. Titeket mi érdekelt itt a dumapadnál? Megnézzük ezt a szórólapot, és a büntetés mértékéről beszéltünk. Volt valami véleményetek erről? Egy-két ételnél keveseltük a büntetést. A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság standjánál bemutatták a témához kötődő, kicsiknek és nagyobbaknak szóló kiadványokat. Akik megálltak itt, azok Totót is kitölthettek. Nektek milyen tanúsággal szolgált ennek a Totónak a kitöltése? Hogy nem szabad italozni, se füvezni, mert kiárta agyra, meg a másik közösségére, hogy más is kipróbálhatja, és akkor a család, meg a gyerekek is, hogyha az apa, meg az anya is drogizik, akkor már bele fog vonódni a kisgyerek, a másik is. Hát, ha például iszik az anyuka, akkor biztos, hogy iszik a kisgyerek a hasába is. Hát én is ezt tapasztaltam, ugyanezeket a szavakat, hát ez ártalmas nagyon mindenkire, és ezért nem jó, hogyha valaki alkoholistává vál. A téren sportbemutatót tartottak az ifjú boxolók, Szelesenikő és csapata, ők később a téren látogatókat is többször megmozgatták. Eközben folyamatosak voltak a helyzetgyakorlatos, szituációs játékok a drogkínálásra való nemetmondásról. A Cityben ezzel párhuzamosan pingpongozni és csocsózni lehetett, vagy igénybe venni a Vöröskereszt vérnyomás és vércukormérését.
Az iroda közösségi terében kiállítást is rendeztek ez alkalomból, Gerencsér János festőművész kocsmarajzaiból.